Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Gyógyteák és egészséges ételek a kicsiknek, előadás a szülőknek. Egészségnapot tartottak ma kaposvári Béke utcai tagovodában. 8-10 fokkal melegebb van ezekben a napokban, mint az évszakos átlag. Ez is a klímaváltozásnak köszönhető. A jó idő sokakat kirándulásra csábít. Rengeteg gomba terem a Zselicben, vannak téli fajták is. A kalaposok gyűjtése ugyanakkor veszélyes dolog, hiszen akadnak mérgező fajták is. Jó estét kívánok! Tegnap óta látogatási tilalom van érvényben a Kaposi Moroktató Kórház fekvőbeteg ellátó intézményeiben. Ezt az influenza-szerű megbetegedések számának emelkedése miatt kellett elrendelni. Jelenleg a vírus A variánsa terjed a leginkább, a gyermekek között pedig az óriás sejtes vírus. Kedd óta ez a figyelmeztetés fogadja a kaposvári kórházba érkezőket. Az intézkedésre azért volt szükség, hogy megakadályozzák az influenza-szerű megbetegedések terjedését. Azért tettünk javaslatot, mert a rendelkezésre álló információk alapján Somogy megyében is, egyéb vármegyékhez hasonlóan megnövekedett az influenzás megbetegedések száma. Ezt még ilyen szinten a kórházban nem tapasztaltuk, de szeretnénk az itt kezelt, ápolt betegeket megóvni attól, hogy kívülről látogatók, hozzátartozók a vírust az intézménybe behozzák. A múlt héten 44.400 embernél diagnosztizáltak influenza-szerű megbetegedéseket Magyarországon. Somogy vármegyében is kimutatták már a vírus jelenlétét. Az influenza A az, ami most legnagyobb számban járványt okoz. Az általunk elküldött mintákból is, igaz, még csak egyből, de influenza A volt kimutatható, gyerekek esetében pedig eresvírus továbbra is. A veszélyeztetett korosztály a kisgyermekek és az idősebbek, illetve akiknek gyenge az immunrendszerük. A szakember azt javasolja, hogy akinek magas láza és izomfájdalma van, forduljon orvoshoz és maradjon otthon, hiszen ez az enyhe idő kedvez az influenza terjedésének. A kormány tegnap fél évvel, vagyis szeptember 7-éig ismét meghosszabbította a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A kormányzati tájékoztatási központ szerint erre azért volt szükség, mert az illegális migráció továbbra is fenyegeti Magyarországot. Csak tavaly 270.000 illegális határátlépést akadályoztak meg a honi hatóságok, amely a korábbi évekhez képest több mint kétszeres emelkedést jelent. Az elmúlt napokban a kormány szigorította a magyar-ukrán határvédelmét is, miután a háborús menekült helyzetet kiátszva az afrikai és a közép-ázsiai illegális migránsok ott is nagy számban megjelentek. Több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul el a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem 4 kampuszán, köztük a Kaposvárin is. Ezt tegnap jelentette be a Felsőoktatási Intézmény rektora. Professzor dr. Gyurica Csaba elmondta, a mostani beruházás keretében infrastruktúrális és energiahatékonysági fejlesztések valósulnak meg. A cél továbbra is az, hogy a MATE olyan innovációs kutatási és oktatási hátteret adjon a magyar vidék számára, amellyel 21. századi színvonalon segíthet újjáépíteni a magyar agráriumot és élelmiszergazdaságot. Gyümölcssaláta, gyógynövényekből készült teák és mozgásos tevékenységek is színesítették ma délelőtt a Béke utcai tagovoda egészségnapját, délután pedig az intézmény védőnője egy előadással várta a szülőket. Aki tudja, még nem kiabál be. Gyógyteákat is készíthettek ezek a gyerekek a Béke utcai tagóvodában a mai egészségnapon. A kicsik nagy érdeklődéssel kóstolgatták az egészséges és finom italokat. A most harmadik alkalommal megrendezett tematikus nap forgatókönyve idén igencsak különlegesre sikerült. Délelőtt a csoportszobákban többféle tevékenységet terveztünk, vannak gyümölcskóstolások, tapintásos érzékelés, készül gyümölcs, saláta, aztán nagyon finom gyógyteákat készítettek az egyik csoportban. A délutánt pedig egy zenés zumba, mozgásos tevékenység fogja kezdeni. Aztán érkezik a védőnénink, Szirmainé Figler Viktória, aki
egy előadást fog tartani a szülőknek az egészség megőrzés témájában. Ezen alkalmak az óvodások számára is élményeket és tapasztalatokat tartogatnak, amik egész életükben elkísérhetik majd őket. Mindig szeretnék gyümölcsöket enni, de nem ehetek sokat, mert érzékeny vagyok rá, és mindig vitamin van benne, és meg kell enni sok gyümölcsöket, és mindig szeretnék enni gyümölcsöket. A nap végén a szülőket is vendégül látták az intézményben. Ők is megkóstolhatták a napközben elkészített egyszerű és egészséges ételeket, gyógyteákat. Magyarország elsőként tette a méhészetet adómentessé, elsőként adott beporzási támogatást, és elsőként fogja ténylegesen felsorolni a címkéken, mely országokból származik az adott méz, mondta ma az agrárminiszter egy szakmai fórumon. Nagy István arról is beszélt, hogy a méhészet kicsi ágazat ugyan a mezőgazdaságon belül, de kulcs szerepe van. Beporzás nélkül ugyanis nincs fenntartható jövő. A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy az utóbbi időben az orosz-ukrán háború az európai mézpiacon is zavart keltett. A harcok kiterülése óta ugyanis több ezer tonna keleti méz érkezett az EU-ba vámmentesen. Ma van a Magyar Parasport napja. Ebből az alkalomból érzékenyítő sportfoglalkozásokat szerveztek kaposvári diákoknak, nem sokára jövünk a részletekkel. Körülbelül 3 héttel előrébb jár most a természet, mint rendesen. Az enyhe télután tegnap 17-18 fokig is felmelegedett a levegő. A szakemberek azt mondják, ez már a globális éghajlatváltozás. Ennek hatásai Somogyban is jelentkeznek. Például egyes növény és állatfajok háttérbe szorulnak, míg mások éppen betelepülnek. Rosszalkodtál, jót csináltad, Lili is ugyanezt csinálta. Újra élettel telt meg a Desede az elmúlt napokban. A kellemes tavaszi idő sok családot vonzott a természetbe. Természetesen a futók és a kerékpárosok is élvezték a jó időt. Ez pedig már a zselic. Teljes pompájában virít a hóvirág, ami néhány évtizeddel ezelőtt a március 8-ai nőnap kedvelt virága volt. A szakemberek azt mondják, több héttel korábban ébredezik idén a természet, mint egy átlagos esztendőben. 2-3 héttel biztos, hogy előrébb vagyunk, mert hiszen a hóvirágnak a virágzásáról már hetekkel ezelőtt lehetett hallani, és ugye itt a zselicben sok embernek a kertjében is van hóvirág, nálam is nyílik már, régóta nyílnak a sáfrányok, és hát ezek azért később szoktak. A tanszékvezető hozzátette, a globális klímaváltozás hatásai már évek óta érződnek Magyarországon, így Somogyban is. A hőmérsékletet tekintve is hatalmas változások vannak, mert 100 évvel ezelőtt még 120 fagyos nap volt Magyarországon, most már 80-ra lecsökkent, tehát mintegy 33%-kal kevesebb olyan nap van, amikor 0 fok alá csökken a hőmérséklet. Minden év megdönti az előző év hőmérsékleti rekordjait. És mindezek az ökológiai rendszerekben nagyon súlyos következményekkel járnak. Így egyes fajok eltűnhetnek, míg mások, amelyek eddig nem éltek itt, megjelenhetnek. Igaz ez az egyes kártevőkre is, ami jelentős problémákat okoz a mezőgazdaságban. Az évente megjelenő új kártevőknek ugyanis általában nincs természetes ellenségük, így jobb hiány csak vegyszerekkel lehet ellenük védekezni. Van, aki gyerekkora óta gombászik, ám a legtöbb embernek komoly nehézséget okoz, hogy felismerje a mérgező fajokat. A napokban Kaposszerdahelyen tartott fórumot Fodor István gombaszakértő arról, hogy mire kell odafigyelni gyűjtés során, melyek az egymással könnyen összetéveszthető gombák, és melyek azok a kalaposok, amelyek fogyasztása már kis mennyiségben is halálos lehet. Fújjatok bele közepébe! A piros csészegomba az egyik legkorábban megjelenő gombafaj. Februártól áprilisig a zselici erdőkben is találkozhatunk vele az avartakarásában. Korhat fákon, ágakon terem, sokszor csoportosan. Ehető ugyan, de íze nem különösebben élvezetes. Én azt szeretném kérdezni, például ilyen ehető gombát, ami ilyen népszerű, minden nap megtalálod a piacon, milyen részeken tudod összeszedni?
Komoly érdeklődés övezte Fodor István gombaszakértő kaposszerda helyi előadását, amelyet a vadon termőfajok gyűjtéséről tartott a Zselici Szociális Alapszolgáltató Központ szervezésében. A hallgatóság soraiban akadtak gyakorlott gombászok is, akik évtizedek óta járják a közeli erdőket. Ők csak olyan kalaposokat tesznek a kosarukba, amelyekről biztosan tudják, hogy ehető. Vargánya, kalamgomba, nyúlgomba, ami pöfeteg, a vad sampiongomba, ami ugye a mezőkbe van, amit lehet hát készíteni, rántani, pörköltnek, fasírozottnak, levesnek, amit el lehet képzelni, mindent lehet belőle készíteni. A legfinomabb a rántott vargánya, meg a galambita is nagyon finom rántval. Úgyhogy gyerekkoromtól fogva gombázok, a nagyapám vitt el 3-4 éves, 5 éves koromban az erdőbe gombázni, és ő tanított meg, hogy melyik gombát szabad fölszedni, melyiket nem. A legfontosabb szabály, hogy az eltérő fajtájú gombákat külön papírba csomagoljuk, akkor nem kell mindet kidobni, ha egyről kiderül, hogy nem ehető. A kezdő gombászok számára ugyanis vannak olyan fajok, amelyek összekeverhetők egymással. A legsúlyosabb, nagyrészt halálos kimenetelű mérgezéseket a gyilkos galóca okozza. Van az úgynevezett csibegomba, vagyis szegfigomba, azt össze lehet keverni a mezei töltsérgombával, és a mezei töltsérgomba ugyanolyan halálos, mint a gyilkos galóca, és általában a galambicák keverhetők össze a gyilkos galócával. Meg van egy gomba, a mezei tarlógomba, ami tökre hasonlít a gyilkos galócához, csak nincs bocskora. Kész, ennyi. És ezeket szoktak általában összekeverni. Csak azon múlik, hogy megmenekül-e, aki eszik ezekből a gombákból, hogy milyen gyorsan ismerik fel a tüneteket. Éppen ezért a legfőbb szabály, hogy mindenképpen be kell vizsgáltatni, amit összeszedtünk. Erre Magyarországon szinte az összes piacon ingyenesen van lehetőség. A gombák tárolására is érdemes odafigyelni, hiszen nagy melegben könnyen megromlanak, ezért jól szellőző helyen kell a kalaposokat tartani, lehetőség szerint kosárban vagy hálós szatyorban. A Somogy vármegyei levéltár épületében gyakorlatoztak néhány nappal ezelőtt a kaposvári lánglovagok. A feltételezés szerint az intézményben megszólalt a tűzjelző, két alkalmazott pedig elájult. Az egységek rövid idő alatt megtalálták az eszméletlen dolgozókat, és mentőállarcban kivitték őket az épületből. Az ilyen gyakorlatok azért nagyon fontosak, hogy a tűzoltók helyismeretet szerezzenek és felkészüljenek egy esetleges katasztrófa helyzetre. Egy lángoló irattár ráadásul azért is teremtene különleges helyzetet, mert az írásos dokumentumokban akár az oltáshoz használt víz is kárt tehet. Összehangolt akciót tartottak a napokban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai az M7-es autópálya somogyi szakaszán. A pénzügyőrök egy stráda melletti pihenőnél két szolgálati kutyával csaptak le a csempészekre. Alig néhány óra alatt a revizorok 13 millió forint értékben foglaltak le zárjegy nélküli cigarettákat, hamis parfümöket és a gazdátlan kiskutyákat. A bevetés célja a jogsértések felderítésén túl a kutyavezetők és a szolgálati ebek összeszoktatása is volt. A kapospont végén sport. A többi között csörgőlabdát és az ülőröplabdát is kipróbálhatták ma a Kaposvári Szakképzési Centrum Széchenyi István technikumának diákjai. Az intézmény most 6. alkalommal csatlakozott a Magyar Parasport napjához. Mások a szabályok egy kicsit, mint a hagyományos röplabdánál. Figyelembe kell venni azt, hogy kisebb a játékterület, alacsonyabb a háló. Az ülőröplabda alapszabályait ismertették a diákoknak, ezt leginkább a mozgásukban korlátozott emberek játsszák. Ez pedig már a csörgőlabda, a látássérültek sportja, ezt is kipróbálhatták ma a fiatalok. Izgalmasnak izgalmas, részvétel mindenkinek, aki nem lát, de nagyon élvezem ezt a játékot, mert a hallásra figyelek, és nem tudok másra koncentrálni, mert nem látom a labdát. De nagyon izgalmas a csapattársak, mindenki segít. Itt pedig egy akadálypályán kellett végigmenniük a tanulóknak bekötött szemmel, segítővel. Nagyon nehéz volt, mert tényleg a környezetedre vagy utalva, nem látsz, csak hallod a körülötted lévőket, a nagy zajt, a társadra figyelsz, és szerintem nagyon nehéz volt. És tényleg
szerintem minden tiszteletem, akik látásgyengék, hogy ezt minden nap megcsinálják. A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diákverseny és Szabadidősport Szövetsége idén már 6. alkalommal rendezte meg a Magyar Parasport Napját. Ehhez a kaposvári intézmény az első szóra csatlakozott. Ebben a felgyorsult, kapkodó, egocentrikus világban szerintem nagyon nagy szüksége van a gyerekeknek arra, hogy empátiát, türelmet, toleranciát, mások másságát, elfogadást megtanítsuk nekik. Egyébként ez a társadalom minden tagjára igaz lehet, és ez a mai nap erre egy nagyon jó apropó. A kaposvári diákok közül több százan vettek részt az érzékenyítő foglalkozásokon. Január végén rajtolt el az 5 héten át tartó Somogyi Műfüves labdarúgó bajnokság. A felkészülési mérkőzéseknek a Kaposvári Bene Akadémia és a Balatonelei Sporttelep ad otthont. Idén a megye 2-es csapatok vesznek részt a népszerű felkészülési sorozaton, mert a megye 1-es együtteseknek előbb kezdődik a bajnokság. A kaposvári Cseri úton és a Balaton-Lellei sporttelepen zajlik ez az 5-fordulós torna. Nemrég a Somogyád és a Kaposmérő találkozott egymással. Nyilván ezek a meccsek szolgálják, az 5 meccsről szól, hogy ezek szolgálják a mi felkészülésünket. Ugye amatőr szinten nagyon nehéz megoldani, nagyon sok körülmény játszik közre, hogy tudunk-e úgy normális felkészülést csinálni. Megye 2-ről beszélünk, mindenkinek nehézsége van. Tehát ezek szolgálják igazából a mi felkészülésünket, ezek az 5 hétvége, és hát próbálunk hétközben majd edzéseket, amennyi lehetőségünk van lesz majd beiktatni. Bunovác Adrián találatával már a 8. percben előnybe került a Somogyád. A második félidő derekán azonban ki tudott egyenlíteni a Kaposmérő, így egy igazságos döntetlen született a találkozón. A Kaposmérőnek az a célja, ugye a klubunk jubilál ebbe az évbe, tehát nagyon szép jubileum elé nézünk. 1923-ban alakították a klubot, 100 éves lesz idén a klub. Szeretnénk a szurkolóinkat, vezetőinket megörvendeztetni egy dobogós helyezéssel. Jelenleg harmadik helyen áll a csapat, és 2 játékossal fogjuk megerősíteni a keretet. Az előzetes esélylatolgatásoknak megfelelően 4 fordulót követően a Somogyád veretlenül vezeti a műfüves bajnokságot 10 ponttal, míg a Kaposmérő a múlt fordulóban vereséget szenvedett a Mezőcsokonyától, és így 7 ponttal a második. Főbb híreink még egyszer röviden. Gyógyteák és egészséges ételek a kicsiknek, előadás a szülőknek. Egészségnapot tartottak ma a kaposvári Béke utcai tagovodában. 8-10 fokkal melegebb van ezekben a napokban, mint az évszakos átlag. Ez is a klímaváltozásnak köszönhető. A jó idő sokakat kirándulásra csábít. Rengeteg gomba terem a Zselicben, vannak téli fajták is. A kalaposok gyűjtése ugyanakkor veszélyes dolog, hiszen akadnak mérgező fajták is. Öt nap alatt 655 be nem kapcsolt biztonságjövvel találkoztak a somogyi rendőrök. További részletek internetes oldalunkon a kapos.hu-n. 8:30-kor új adással jelentkezik kulturális magazinunk a Géniusz, 8:30-től pedig a vasárnapi református istentiszteletet nézhetik meg felvételről. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapos.hu után már is jön az időjárás jelentés. Még néhány napig maradt felettünk a mostani áramlás, így holnap is folytatódik ez a szokatlanul enyhe idő. Igaz, gyakran lesz erősen felhős az ég, de kevés napsütés bárhol előfordulhat. Szórványosan várható eső, zápor. A hajnali hőmérsékletek 3-5 fok körül alakulnak, a délutáni órákra 12-14 fokig melegszik a levegő. Pénteken a változóan, időnként erősen felhős ég mellett napos időszakok is lehetnek. Szórványosan kisebb esőre, záporra is számítani lehet. Kora reggel 3-5 fokot, napközben 13-15 fokot mérhetünk. Aztán a hétvégén egy ciklon hatására egyre csapadékosabbra, hidegebbre fordul az idő. Az eső mellett megjelenhet a havas eső és a hó is, vasárnaptól pedig már ismét télies hőmérsékletek várhatók.
Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan Kft. A Dési Huber utcában igényes kivitelben épülő 30 lakásos társasház ingatlanjainak értékesítője.